Önök a heti szakaszt Gayer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. A Honvédelmi és a Rendészeti Bizottság elnöke, Debrecen volt polgármester műsorunk vendége, aki a civis városba érkezett, hogy a helyi zsidókat emlékezzen a régiekre, és üdvözölje a most még itt élőket. Polgármester úr, nem lehet egy miniszterelnököt mindig miniszterelnöknek hívnak, és ha valaki egyszer polgármester maradt, a saját városában mindig úgy fogják szólítani. Milyen érzés itt újról Debrecenben? Hát miután én nem költöztem el a városban, itt lakok, elég gyakran járok erre. Az a jó érzés, hogy itt tudunk a Pásti utcán és Zsigó udvarán lenni, mert hogy annak idején, amikor elkezdődött ez a felújítás, akkor itt azért nagyon-nagyon rossz állapotok voltak. Ha egy picit lehet a kameramant megkérni, akkor arra, ha fordul egyet, akkor ez még ez egyébként eredetileg egy kóser vágóhíd volt. Most is majd szeretnénk összefogva a Horovic Tamásékkal ezt megújítani, de nagyon jó érzés azt látni, hogy ez ilyen szépen megújult. Még van néhány teendő, mert hogyha arra tudnak fordulni, akkor mi azt javasoltuk, hogy az egészet nyissuk ki arra felé, tehát ne egy ilyen zárt kerítés legyen, hanem egy zöld fal. A vízmű udvara felé pedig azt a rondaságot, ami a vízmű hátoldalán van, mert ez eddig egy csúnya romos épületnek támaszkodott. Jó volt, de most egy nagyon szép megújult legrégebbi debreceni zsinagógának támaszkodik, és az egész környéket érdemes megújítani. Ez egy nagyon-nagyon méltó, jó, kulturális, szakrális, közösségi hely lesz, mint ami volt korábban is Debrecen életében. Kerítésbontásokban a polgármester úr nagy hisz az ön ötletei alapján, a másik zsinagóga mellett már lebontották a falakat. Ha megkérdezem öntől, hogy mit szeretne mondani hazánk lakóinak, milyen példát vegyenek Debrecen polgáraitól, mit mondana? Hát nagy a dilema, mert nagyon sok jó dolgot csináltak a debreceni polgárok. Itt a Pásti utcai zsinagóga, ortodox zsinagóga udvarán azt tudom mondani, hogy ha belegondolunk a városunk történelmébe, arra, amire mi büszkék voltunk, olyan sok minden történt itt Debrecen városában, akár csak a magyar kultúrában, tudományban, történelemben, akkor mindig tegyük hozzá, hogy ez a debreceni zsidó közösség hozzájárulása nélkül nem így néz neki, nem ez lenne. Ha csak arra gondolunk, hogy milyen büszkék vagyunk 49-ben itt 1849-ben itt a Szabadságharc fővárosában nagy dolgok történtek. El kell olvasni az akkori történelmi tárgyú könyveket, hogy mennyi sok zsidó hozzájárulás volt, akár csak a Szabadságharcban. Az egyszerű katonáktól kezdve azokon át, akik logisztikailag szervezték a Szabadságharcot, a zsidók elválaszthatatlan részei ennek a nemzetnek, ebben az értelemben, Debrecen városának, és büszke vagyok arra, hogy itt van a világon egyedülálló egyébként az, hogy itt most ennyi közösségi tér megújul, ezt polgármester úr mondta, nem tudom, hogy honnan szedte, de biztos igaza van. És az, hogy egyszerre van, ugye megcsináltuk a Simonfi utcai valamikori zsidóiskolát, most az egy közösségi tér, aztán a neológ zsinagógát, most az ortodoxot, és nem sokára a holokauszt emlékmű is elkészül, már nagyon-nagyon jól állnak ez a város és a zsidó hitközségnek volt a közös beruházása, sőt, a debrecenieknek az erejéből még arra is tellett, hogy a mádi nagy valamikor zsidó rabiképzőt és zsidó központot is megújítsák. Én azt gondolom, hogy példát lehet abból a hitből, meg abból a tett rekészségből venni, ami itt a debreceni zsidókat jellemezte és jellemzi Horvitz Tamás vezetésével. Képviselő, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.